Két dolog derült ki a The Night Comes For Us-ból. Az egyik az, hogy az indonézek rohadt betegek, a másik pedig az, hogy még mindig rohadt jól tudnak akciófilmet rendezni. Ez az új Netflixes film simán odaillik a Raid 1 és 2 mellé, mögé, mert hasonlóan magas színvonalon űzi ezt az erőszakpornós, harcművészes, bunyós dolgot. Összességében nem ér fele a két Raid filmhez, de tényleg egy lapon lehet őket emlegetni. Na nézzük, hogy miért. A történet eléggé alibi gyanánt van jelen, igazából annyi, hogy van egy Ito nevű ember, aki a Hat Tenger nevű végrehajtó szervezetnek a tagja, ami a triádnak dolgozik. Ez a szervezet most éppen kiírt egy falut, Ito pedig megelégeli a vérontást és végez a társaival azért, hogy megmentsen egy kislányt. Nyilván a triád ezt nem hagyja, és elindul a buli. A Raid filmeket nem csak azért hoztam fel, mert ez is egy indonéz alkotás, hanem azért, mert nagyjából a stáb is hasonló. Itt van a főszereplő Joe Taslim, Zach Lee és Iko Uwais, akik megtalálhatóak voltak vagy az első, vagy a második, vagy mind a két Raid filmben. Szóval aki Indonéziába színész és tud bunyózni, az benn van ebbe a filmbe, azt garantálom. És ezen a fronton nincs is semmi baj. Komolyan mondom, amit itt az első egy órában látunk, megjegyzem, két órás a film, szóval amit az első egy órában látunk, az atya úr isten, mekkora brutalitás volt. Van egy nagyon minimális felvezetés, aztán jön egy akciójelenet. Aztán még egy. Aztán még egy. Aztán még egy. És komolyan szusszanásnyi időnk nincs, amikor az ember azt hinni, hogy oké, most akkor jön egy történetmesélős rész, a nagy lófaszt, megint jön vagy 30 ember, és kezdődik a bunyó. De nem is akármilyen bunyó. Szerintem az elmúlt nagyon sok évben ezen a filmen káromkodtam a legtöbbet. Mégpedig azért, mert tudod sokkolni. A két órás játékidőből szerintem kb. 1 óra 20 perc vagy másfél óra az tömény akció, de tényleg brutális mennyiségben. És van belőlük mindenféle fajta, tűzpárbajok, késes harc, ökölpárbaj, egyszerűen minden, és nem fogják vissza magukat az alkotók, nem simogatják egymást. Látszik, minden ütésnek súlya van, minden készúrást érez a néző is, és valami kegyetlen. Lehet, hogy ez már röhelyesnek hangzik, amilyen szuperlatívuszokban beszélek, de az első egy órában úgy csillogott a szemem ezt az erőszakpornót látva, mint egy kisfiúnak, aki életében először kap valami Uber király játékautót. És nem is az, hogy az edzettebb gyomrúak ezt bírni fogják, mert nekem is edzett a gyomrom, csak egyszerűen tényleg olyan mértéket ölt a vérgőzös káosz, hogy az ember nem győz hüledezni, és elég sokszor fel fogunk sziszenni. Na de miért azt mondom mindig, hogy az első órában működött csak az összkép? Leginkább azért, mert a film túl hosszú. Teljesen feleslegesen nyújtották el két órára, többek közt azért is felesleges, mert a cselekménynek konkrétan semmi értelme nincs az ég egyadta a világon. Persze alibíznek itt, hogy meg kell menteni a kislányt, meg hogy a triád így, a triád úgy, de igazából kimerül annyiban a dolog, hogy küldjünk még ennyi embert, aztán majd lesz, ami lesz. A karakterek totál semmilyenek, a motivációk röhelyesek, egyszerűen egy baromság az egész tényleg úgy, ahogy van. Kicsit próbál olyan lenni, mint a Raid 2, hogy behozza a szervezet bűnözést is a képbe, de ott volt egy kerete az összképnek, itt totál semmi. Random pálfordulások, összefüggéstelen dolgok, és komolyan az egész egy akkora káosz, mint amit magában a filmben is látunk. Csak ez éppen nem jó pont. De erre lényegében még csak legyinteni is tudnék, mert ez egy ízig-vérig akciófilm, ami amit eltervezett, azt nagyon jól csinálja. De oké, hogyha nem akar történetet mesélni, akkor marha jól működik, viszont a két órás játékidő, mint említettem, tényleg nagyon hosszú, és másfél óra vagy maximum 1 óra 40 perc bőven elég lett volna. A végén vannak szintén emlékezetes bunyók, Ito és Arian harca, vagy a csajbunyó, de a végére már tényleg annyira, nem is az, hogy el van nagyolva az erőszak, mert az végel van nagyolva, és rohadt jól áll neki. Egyszerűen csak belefáradunk, hogy oké, megvolt, lássuk, hogy hova akar kiukadni a sztori, és legyen vége. Egy szó mint száz, rengeteg sebből vérzik, szó szerint és képletesen is a The Night Comes For Us. A forgatókönyv iszonyatosan gyenge, az akcióból pedig egy idő után már nagyon is elegünk lesz. Ettől függetlenül nem tudtam túlzottan haragudni a filmre, mert tényleg mindent beáldoz az akció és a nyers brutalitás oltárán, és ez azért jól tud állni neki. Aki egy igazi klasszikus értelemben vett zúzdát akar látni, az ne habozzon, sőt kötelező, hogy lássa, de az agyát azt
tegye off üzemmódba, mert meg fogja bánni, hogy tényleg gondolkodni akar ez alatt a film alatt. Hiába erőszakosabb és brutálisabb, mint a Raid filmek, szerintem nem ér fel hozzájuk, ettől függetlenül a zsáner szerelmeseinek tényleg kötelező darab. Jobban örültem volna, ha egy kicsit összevettebb a történet, és nem ennyire felszínes az összkép, de a The Night Comes For Us így is igazából egy brutális akciócsemege, és nem nagyon tudtam ráharagudni. Úgyhogy adok rá 65%-ot. Ennyi lettem volna, ha tetszett a videó, akkor lájkolj és iratkozz fel. Ha gondolod, kövess Facebookon is, aztán legközelebb találkozunk.